ilyen új járművek segítik majd a hulladékgyűjtést a megyében. A megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás egy nagyobb pályázat keretében összesen 22 új hulladékgyűjtő járművet szerzett be. A szelektív hulladékgyűjtés segíti ez a valóban több mint 7 milliárdos projekt különböző elemeit, a szállítástól, a hulladékgyűjtő edényzeten keresztül a válogató eszközökig. Most az első elem ennek a fejlesztésnek egy több mint 1 milliárd 140 millió forintos fejlesztés, amely gépjárművek beszerzését jelenti a megyében. Az új járműveknek köszönhetően elsősorban az összegyűjthető szelektív hulladék mennyisége nő, a feldolgozást és az újrahasznosítást további beruházások során fejlesztik. A hulladék kezelésben lesznek olyan lépések, amelyek valóban technológiai előrelépést jelentenek. Ez Kismárdán, Nagyecser és Nyíregyházi telephelyeinken fog megvalósulni. Az elkövetkezendő két évben, mivel 2020 év végéig ezeket le kell zárniunk, abban a projektben pedig a vegyes hulladékból gyakorlatilag olyan tüzelőanyagot állítunk elő, aminek lehetséges az erőművi hasznosítása a már meglévő magyarországi erőművekben. A társulás továbbá új szelektív gyűjtőedényeket is beszerez. A terveik szerint tavasztól minden településen válogatva gyűjtheti a hulladékot a lakosság.